Tegnap délután hatalmas vihar pusztított Palicson és környékén. Ennek erejét ez a gyökerestől kitépett fa is nagyon jól ábrázolja. Az előrejelzések szerint a következő napokban is marad az ivataros időjárás. Ott megfogtuk, beketeztük, aztán kicsit, mikor megállt az eső, akkor én elmentem, és elhagytam vissza, mert másképp nem lehetett. Ivica Gábrics a tegnap délutáni vihar pusztítását meséli. Az erős szél elsodorta a vízibicikliket, és egy villanyoszlopot is elgörbített. Hirtelen megjött egy nagy szél, és akkor elkezdett kint bent a házikót is megnyomta, itt ezt a villanykarót is lenyomta, akkor eltört itt az ágat, szerintem, hogy nem voltunk ott a helyszínen, mert különben akkor ez is minket is elizéne, de így lehet meglátni is a karó is, hogy áll, most el kell hívjuk, hogy ezeket a városból, hogy csinálják meg ezt a karót, mert ez valakivel reesik, akkor annak vége. A vasárnap délutáni viharnyomai még ma délután is látszottak. A Palicsi tópartját hatalmas tócsák, kidőlt fák és letört ágak borították. A helyiek szerint óriási mennyiségű csapadék esett a településen. A bílói vetrei, koliko vidim, izdešnek is, bilo bar preko 40 litra, ono koliko sam, ne merač u dvorištu, ali kako sam dobro cijenio, preko 40 litra je palo na Palicsi kiše. Útközben fogott el az eső, de még sikeresen hazaértem, de utána tényleg így leszakadt az ég, majdnem feljött az eső a teraszra, akkora nagy víz volt mindenhol. A meteorológiai előrejelzések szerint hétfőn és kedden is marad a változékony időjárás. Helyenként zivatarokra is lehet számítani. A hét közepétől azonban ismét hőhullámra van kilátás. Több mint egy hétig 35 Celsius fok felett alakul a nappali hőmérséklet.